Folyamatosan érkeznek a mozogni vágyók az egyik komáromi edzőterembe. Évelején mindig sokan határoznak úgy, hogy elkezdenek sportolni, amelyhez sokan kérik szakember segítségét. A tapasztalat az utóbbi időben nem csupán újévi fogadalom a több mozgás, hanem egyre egészségtudatosabbá válnak az emberek. Az utóbbi évek tapasztalataim alapján, amit én látok edzőként, hogy egyre több ember inkább egészségtudatosabban él, és egyre kevesebb ez a szokás, hogy januárban újabb célokat tűznek ki. Inkább most már tudatosabban látják ezt az egészet. Szakemberekhez fordulnak, dietikus fordulnak étrenddel, illetve edzőhöz fordulnak edzéssel kapcsolatosan. Ezáltal azt hiszem észre, hogy a Covid után sokkal egészségtudatosabb lett ez a világ. Ahhoz, hogy tartós fogyást érjünk el, meg kell változtatnunk az életvitelünket. A kitűzött cél eléréséhez érdemes lehet személyedző segítségét kérni, aki segít abban, hogy fokozatosan tudjunk haladni, illetve a rendszeresség kialakításában is támaszt nyújthat. Én mindig három fajta irányból közelítem meg ezt az egészet. Az első az szokott lenni, hogy válasszanak bár egy olyan fajta sportot, amit szeretnek. Mivel rekreációs szakember vagyok, ezért én nem szoktam ezt most pont kitűzni, hogy szabadidős sportként konditerembe edzenek, hanem például aki kezdő, válaszol olyan sportot, tegyük fel, hogy életében nem futott semmit, vagy nem mozgott, kezdjen először sétálni. Ez az első, ha jól érzi magát benne, üzze azt. Ezt követően vigyen bele rendszerességet, szóval tűzze ki, hogy első héten csak először, aztán a következő hetekben, vagy amikor ugye ezt kitűzi magának, legyen több alkalommal, és az utolsó pont, amit szoktam, hogy a fokozatosság elvét alkalmazza. Hogy kezdje el sétával, és ahogy érzi önmagán, hogy fejlődik, úgy mehet ugye át kocogásba, futásba, és így tovább, ha így sem megy, vagy nem jön meg a motiváció, akkor befogadja a szakembert. A fogyáshoz azonban nem elég a mozgás, a szakemberek szerint minden a konyhában kezdődik. A megfelelő étrend kialakításához dietetikus segítségét is kérhetjük. A táplálkozásban azt szoktam javasolni mindenféleképpen, hogy nagyon sokan eltévesztik ezt, ez egy nagyon téves dolog, hogy azt hiszik, hogy a mozgástól is fogynak, de ugye az egész fogyás ugye a konyhában kezdődik. Én mindenféleképpen azt szoktam javasolni, hogy egy dietikus segítségét, vagy dietikus kérnek meg segítséggel, vagy keressenek fel, és ő egy speciális a saját testsúlykilogramjukhoz, saját életvitelükhez, saját étrendet fog kialakítani, amely által sikeres fogyást érnek el. A tapasztalatok alapján nem csupán a fiatal, az idősebb korosztály is látogatja a termet. A gépeket úgy választották ki, hogy a gerincferdüléssel, sérvel küzdők is választhassanak közülük, hiszen kímélik az ízületeket. Edzőtermünk most nyílt 2023. novemberében, ez egy teljesen új épület, 240 négyzetméter az egész edzőteremnek az alapterülete, teljesen a mai kornak megfelelő legújabb, legmodernebb kondi gépekkel, kardiógépekkel rendelkezünk, klimatizált környezetben légcsőrendszerrel rendelkezünk, minden attól az, hogy egy jó edzést végrehajtsunk, illetve kikapcsolódjunk. Büszkeségként tölt el, hogy jövőben terve van a tavasszal, 2021 tavaszán, hogy bővülni fogunk még plusz 200 négyzetméterrel, amelyet fogadni szaunának, illetve egy crossfit parknak.